Térségünkben a hétvégén fagyos volt az éjszaka. Sajnos több korai barack, nektarin is elfagyott. Látszik a rózsaszín ott fent a hegyén, és ez nagyon rossz, mert hogyha jön egy huzamosabb ideig tartó mínusz sok fok, ez a mínusz 3-4-5, akkor ezek a rügyek ezt már nem élik túl. 0 fok alá süllyedt a hőmérséklet a hétvégén éjszaka Karcag és térségében. Átlagosan a megyében mínusz 2-3 fok volt, amely leginkább a barackfákat károsította. Normál időben ilyenkor már nézzük, hogy mikor kezdődjön a meccés. Minden bizonnyal azt is szemmel kell tartanunk, hogy milyen időt jósolnak a következő két hétre. Nos, a helyzet az az, hogy nem volt igazán hideg a tél, és nem volt fagyos a föld. A fáknak a szája az a gyökerük, és onnan indul minden a tavaszi újraéledés során. Mivel nem volt elég hideg a föld, ezért elkezdődött a fáknak úgymond a táplálkozása, és elkezdtek duzzadni a rügyek. És február végén nagyon meleg volt, utána volt egy jelentősebb lehűlés, 8-10, mínusz 8-10 fokot mértünk, akkor már lehetett valamilyen szintű fagykár, főleg a kajszi barackban, és most megint hideg időt jósolnak a következő 10 napra, tehát nem tudjuk előre azt megmondani, hogy a meccés mennyire legyen úgymond drasztikus, mennyire vágjunk sokat. Ennek a megyei termelőnek összes kajszi barack fája kivirágzott már. Pár nap is kiderül, hogy mennyire károsította a hideg a növényeket. Azt előre megmondani, hogy mekkora lehet idén a fagykár, szerintem senki nem tudja. Az viszont biztos, hogy az előző évek tapasztalata alapján és az időjárás előrejelzése szerint már most lehet egy olyan vésztervet hozni, ami a lehető legjobban optimalizálja azt, hogy mit lehetne megmenteni. Nálunk, legalábbis mi itt az Aranyos Barackosban azt mondjuk, hogy a pohár mindig félig tele van, tehát próbálunk pozitívan gondolkodni, és próbálunk afelé hozni intézkedéseket, hogy lesz termésünk idén. Nyilván ez nagyon sok terv és nagyon sok előkészület, reménykedni fogunk. A fagy hatására besötétedik és összeszárad a virág. Hamarosan kiderül, hogy idén mennyi barackot szüretelhetnek majd. A tavalyi év az nagyon szörnyű volt a gyümölcstermesztők számára, mert több hullámban is jött fagyás. Áprilisban szinte minden héten volt mínusz 4-5-6 fok, és akkor szintén már eléggé előre haladott állapotban volt a virágzás. És nyilván próbálunk tanulni a tavalyi évből. Most vittünk be vesszőket meleg helyre, és ott próbáljuk nézni, hogy mekkora lehet már most a fagykár, ha van. Ilyenkor a virágnak a közepén kell néznünk a termőt, és ha az el van barnulva, nem életképes, akkor sajnos már az a megállapítás, hogy már idén is volt valamilyen szintű fagykár. Mondom, ez elsősorban a kajszi barackot fogja érinteni, ha fogja. És már most gondolnunk kell arra, hogy vélhetően idén is védekeznünk kell a fagy ellen. Ezt meg tudjuk oldani füstöléssel, vagy fagyvédelmi gyertyával, illetve öntözéssel, bármilyen furcsa, de a víz is segítségünkre lehet ebben a nehéz időszakban, és erre a gazdáknak már most el kell kezdeni készülni. Mínusz 5 fok már károsítja a korai őszi barack és a kajszi barack bibéjét, mondta a szakember. A szántóföldi növények és az eperpalánták eddig megúszták a hideg miatti károsodást.